parlament egy tavaly elfogadott törvényben vezette be a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokat. Az alapítványok értékes állami funkciókat és intézményeket vettek át, de alapvetően kikerültek az állam és a mindenkori kormány ellenőrzése alól. Ilyen alapítványok tulajdonba került a magyar felsőoktatás nagyobbik része és több állami vállalat is. A vagyonkezelő kérére nagyrészt a Fideszhez köthető szereplők kerültek, köztük politikusok is, például Lázár János vagy Rétvári Bence, vagy éppen Demeter Szilárd, aki a kulturális intézmények nagy része felett átvette az irányítást. Az alapítványi kiszervezés sokak szerint a rendszerváltás köri privatizációhoz mérhető, a különbség csak annyi, hogy most nem eladja, hanem ingyen adja el az intézményeket az állam. Ezek együttes értéke több ezer milliárd forint lehet. A vagyonkezelő alapítványok vezetői a kapott intézményeket és korábban állami vagyontárgyakat akár magáncégeknek is eladhatják a későbbiekben. A vagyonkezelők vezetőségét elvileg le lehet váltani, de ehhez kétharmados parlamenti többségre lenne szükség. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy esetleges kormányváltás után sem lehetne hozzányúlni ez a struktúrához. A témában bővebben olvashattok az alábbi cikkben.